Ezt előre, ezt pedig hátra. Mentsd a bringádat, és persze magadat is. Ilyen egyszerű, pár száz forintos eszközök is sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy balesetmentesen vegyünk részt a közlekedésben. A szombati rendezvényen lehetőség volt arra is, hogy a kiérkezők regisztrálják kerékpárjaikat a Bike Safe rendszerében a bűnmegelőzési osztály dolgozóinak hozzáértő segítségével. Reggel 9 órától 12 óráig több mint 40 kerékpáros élt ezzel a lehetőséggel a Nyírpláza parkolójában. A kerékpárok is előkerülnek ilyenkor a garázs faláról, újra elindulnak a kerékpárra. Ennek az egyik momentum az, hogy átvizsgáljuk a kerékpárokat is. Igazándiból ez a kötelező felszerelésekre szorítkozik, világító berendezésre, a fékre. Tanácsokat tudunk adni a kerekezőknek, bizonyos jogszabálymódosításokat el tudunk nekik mondani, amennyiben van ilyen az elmúlt időszakból. És hát nyilván ezen felül még regisztrálják is itt a kerékpárokat a kolléganők, bekerülnek egy rendszerbe, és lopásnál segít ez a regisztráció. A műszaki állomáshoz átvizsgálásra érkezett ez a gépjármű is. Többek között vizsgálták a folyadékszinteket, az autógumik minőségét és a fékek állapotát is. Évek óta visszatérő jelleggel vagyunk itt ebben a parkolóban, és minden tavaszi, illetve őszi időszakban próbálunk segíteni a gépjárművezetőknek. Átvizsgáljuk a gépjárműveket, ebben nagy segítségünkre van a kormányhivatal munkatársai, hozzák a mobil műszaki vizsgálomásukat, és ezzel egy komplett átvizsgálást tudunk csinálni a gépjárműveknél. Megnézzük, mennyire vannak felkészülve arra, hogy a tavaszi, illetve majd később az őszi időszakban megváltoznak az útlátási viszonyok, és hát nyilván erre mind a gépjármű vezetőjének, mind pedig a gépjárműveknek fel kell készülniük. A mobil állomáson 30 gépjárművet vizsgáltak át, ebből 21 felelt meg maradéktalanul, 6 korlátozottan, 3 gépjárművet pedig alkalmatlannak találtak. Az autók tekintetében legtöbb esetben fék és ABS hibát állapítottak meg a szakemberek.